Tisztelte, köszöntöm Önöket, kedves nézőink a Kiút több szem közt ma esti adásában, és köszöntöm mindazokat, akik megpróbálnak együtt érezni azok helyzetével, akik nagyon nagy bajban vannak. Remélem, hogy sokan meg fogják nézni az adást. Egy fordulóponthoz érkeztünk. Mégpedig én azt mondanám, hogy talán egy ilyen második nagy fordulóponthoz. Az elsőnél, 1954-ben, amikor a magyar válogatott a német csapattal játszott, nem sikerült győzni. Sajnos nem lettünk világbajnokok. Most a deviza hitelesek harcolnak, és úgy érzem, hogy talán a végső szakaszba érkeztek. Remélem, hogy most sikerül győzni. A hiteleseket azért mondtam csak, mert ugye így híresült el ez az egész borzalom, ami megtörtént a magyar emberekkel Magyarországon, kormányokon átívelve, és ami a lényeg, hogy tulajdonképpen ebbe az úgynevezett devizahiteles csapatba, beletartozik az is, aki a közüzemi számláját nem tudja fizetni, és elviszik a lakást a feje felől. Aztán mindenki, aki forint hitelt vett föl, az is, aki nem forint hitelt, akár japán jent, az is. Tehát gyakorlatilag mindenki. Kásler Árpád egy ideje már folytatja ezt a harcot, és most elérkezett az a fázis, az a döntő, hogyha sikerül ezt megvívnia, egy elődöntött már megnyert, hiszen az ügye elkerült nemzetközi szintre, de ha most a végső ütközetet megnyeri, és minél többen részt vesznek, azon az úgynevezett, hát úgy mondhatnám, hogy a magyar nemzet ért való pikniken, amely vasárnap lesz, azaz holnap, akkor talán egyszer végre nemzetközi porondon mi is győztessé válhatunk. Érdekes a svájci hasonlat, hiszen a futballdöntő is annak idején benne volt. Reméljük, sikerül a svájci front legyőzni, ami talán nem is létezett. És akkor át is adnám Árpádnak a szót. Hogy állunk most? Nagyon jól állunk. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a nézőket. Nagyon jó volt a felvezetés, hogy vissza vezette egészen 1954-ig, én visszavezetném 1956-ig a dolgokat, röviden, nagyon röviden dióhéjba összefoglalnám, amit eddig úgynevezett sikernek, könyvelnek el részemről. Én a sikert azért idézőjelbe tenném. Amit jogkövető magatartással egy magyar állampolgár elkövethetett és utat végigjárhatott, törvényes utat, én azt végigjártam. Mint tudják, első fokon két jelentős pontját megnyertem a devizaszerződésemnek, kölcsönszerződésemnek, amely valójában nem kölcsönszerződés. A legszerényebb számításaim alapján is ezen ítéletből kiindulva 5-600 milliárd forintot kellene visszafizessenek a bankok az átvert adósoknak. A szegedítélő táblánál mindössze egyik pontot tudtam jogerősen megnyerni, de a másik pontot ellentétesen, mint ahogy az adósok ismerik azt a médiából, hogy a szegedi időlőtábla elutasította az egyik pontját az elsőfokú ítéletnek, nem így történt, azt állapította meg, hogy nem tartozik a Polgári Bíróság jogkörébe. Egyébként hozzá kell tegyem, a teljes ügy nem tartozik a Polgári Bíróság jogkörébe, be is bizonyította a Polgári Bíróság, hogy nem tudott mit kezdeni ezzel az ügygel, hanem a büntető ügy kategóriájába tartozik az egész cselekmény, az ez, ez egész folyamat, és a kúria ez év január 15-én 8 hónap alatt képtelen volt ítéletet hozni egy olyan kölcsönszerződésben, amelyben az adósok ...nak néhány perc állt rendelkezésre. Tehát Magyarország legmagasabban képzett bírái képtelenek voltak kitételletet hozni egy olyan kölcsönszerződésben, amelyet teljes mértékben a HPT és a PTK leszabályoz. Kiküldte Luxemburgba gyorsított eljárást kérve, de Luxemburg ezt nem vállalta, gyorsított eljárás keretén belül. Tehát legalább két-három évig befagyasztották az ügyet, miközben megindították a végrehajtást ellenem. Tehát annak ellenére, hogy jogerős ítélettel rendelkezem, a jogerős ítéleten végrehajthatóságát felfüggesztette a kúria elegettéve az OTP bank kérelmének, és ennek ellenére megindították ellenem az eljárást. Ekkor történt az, hogy a tárgyalásról kijöve már ott nyilatkoztam, hogy Magyarországon a magyar köztársaság a maga jog és értékrendjével együtt megbukott ez nem túlzás, hiszen hogyha több millió magyar állampolgár nem tudja érvényesíteni... Hány a millió akad, lehet? Négy millió. Tehát négy millió felnőttkorú magyar állampolgár érintett közvetlenül, úgy, hogy rendelkezik valamilyen formában a szerződéssel, úgy, mint adós-adóstárs zálogkötelezet, vagy adóstársakat se felejtsük el. És az kötelezetteket sem, a szülőket, akiket egyébként a bankok, teszem hozzá, hogy családmódon, Adóstásként tüntettek fel, holott őket csak zálogkötelezetként kellett volna feltüntetni. Így ők nagyon jól tudták, hogy ha majd csődbe jutnak az emberek, hiszen úgy intézték a dolgokat, úgy manipulálták az árfolyamokat, hogy csődbe jussanak az emberek, így rá tudnak telepedni a szülők, nagyszülők nyugdíjára. Hogy kérdezek egy dolgot, miért tűri a társadalom ezt? Hiszen 10 millió ember, jó, ma már csak 9 millió, 600 ezer ember él az országban. 4 millióan eleve tartoznak. Ennek egy kihatása van. És aztán vannak olyanok, akik bármikor elveszíthetik a munkájukat, bármikor, akármilyen helyzetbe kerülhetnek, tehát úgy mondanám, tragikus helyzetbe. Miért tűri ezt a társadalom? Azért tűri a társadalom, mert elhitették vele, hogy rossz döntést hozott, elhitették vele, hogy hibázott, holott ez teljesen, teljes mértékben nem állja meg a helyét, hiszen több perem van folyamatban, és mindegyik tárgyaláson kérem a bírákat, hogy mutassák be azt a törvény helyet, hatályos magyar törvény, ami alapján a bankok kihelyezték ezeket a devizahiteleket. Egyetlen egy törvényt nem tudnak felmutatni, a bankok azzal védekeznek, hogy a törvény nem tiltotta, ami, ami megint csak nem igaz, hiszen kötelező jelleggel elrendeli, hogy hogyan kell eljárni egy kölcsönszerződés esetén. Visszatérve, a, említettem, hogy 1956-ig vinném vissza a fonalat. Tessenek visszaemlékezni, a forradalom kitörése előtt levágták a szöges drótokat az osztrák határnál. Miért tették meg ezt? Azért tették meg, hogy kinyitottak egy menekülő útvonalat, és így kitántorgott 200 ezer magyar tudós, orvos, tanár és szakmunkás. Most mennyinél tartunk, hogy most mennyien mentek el? Az elmúlt időszakban több mint 500 ezer magyar fiatal és nem fiatal hagyta el az országot, és azért vezettem ezt vissza 56-ig, hogy egy nagyon egyszerű kérdés, miért nem csinálták meg ezt a devizahitelezést a 90-es években. Azért, mert nem volt még megnyitva a menekülő kapu. Meg kellett várni, hogy az Európai Unió tagja legyünk, hogy könnyen munkát tudjanak vállalni a magyar emberek. Utána kifosztottak minket, és ezzel két legyet ütöttek egy csapásra. Egyszer kifosztották a magyar embereket, másodszor az egyébként előregedő Európának biztosítják az utánpótlást, az utánpótlást a magyar költségvetésből kitanított szakemberekkel. Elérkezett a tettek ideje, tisztelt szerkesztő úr, a beszéd ideje lejárt. Az elmúlt négy év, több mint négy év bebizonyította azt, hogy a hatóságok, a magyar köztársaság nem védte meg az állampolgárait, alapvető kötelezettségének nem tette eleget. Éppen ezért, amikor én február 9-én megfújtam a kürtöm egy gyülekezőre, és néhány tucatnyian kimentünk a, a Kossuth térre, egy hét lefolgása alatt fölfejlődtünk 5000-re, majd március 9-én fölfejlődtünk 9000-re, és most jelenleg végső ütközetre készülünk április 21-én a Hősök terén, ahol reményeink szerint. Ön szerint mennyien jöhetnek össze? Hát mi százezer embert várunk, ahol reményeink szerint. A többiek még nem jönnek el fogjuk azt is érni, tehát el fogjuk azt is érni, hogy másfél, millió, másfél millióan leszünk, vagy akár három és fél millióan. Tíz millió ember természetesen nem beszélhetünk egyszer egy és ugyanazon a helyen, hiszen korlátok vannak. A média és ezúttal is köszönöm, hogy ezt itt elmondhatom. A média teljes mértékben elhallgatta ezeket a Én gyülekezőket. Meg köszönöm, hogy csinálhatok ilyen műsorokat. Elhallgatta ezeket a gyülekezőket, ha pedig nem hallgatta el, akkor teljes mértékben félretájékoztatja az embereket. Nagyon jól tudjuk, hogy ezt miért teszik, de április 21-én, ha elég sokan leszünk, akkor. Megszólal a kolomp. Nem, hogy a kolomp megszólal. Ön említette a pikniket, ettől sokkal nagyobb dologról van szó. Egyetlen egy módja van most már hogy megmentsük Magyarországot, és megmentsük önmagunkat, a kifosztottakat, az, hogy a történelmi alkotmányunkat helyreállítsuk, mert a köztársaság alkotmánya nem védte meg a magyar állampolgárokat, sem az országot a kifosztástól, hiszen az elmúlt több mint két évtized egy botrány sorozatról szólt, és egyetlen egy közös tulajdonság van ezekben a botrányokban. Mindegyik a kis emberek, a dolgozó emberek kifosztására irányult. Nem tudom, hogy hallotta-e, hogy ez az úgynevezett 180 forinton rögzített árfolyam gát. Ez olyan stádiumba kerül, engem többen megkerestek, sőt, konkrétan a műsorban többször részt vett Kró János, aki elmondta nekem, hogy birtokában vannak olyan anyagok, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy ezt a 180-as árfolyam gátot, aminek van ugye egy fix törlesztő részlete, már azt is emelték. Na most ilyen hogy létezik? Hát vagy 180, de hát a különböző akármilyen részletekkel, hogy lehet akkor mégis, hogy emelkedjen. Aztán még egy dolgot elmondott, hogy a késedelmi kamat az 25 Na most kérem szépen, hát aki bajban van, és úgyis késésben van, és ez egy furcsa hasonlat, de hát hogy lehet, és el is teszel ezt a papit, mert nem is akarom nézni, de hogy létezik az, hogy, hogy, hogy egy ilyen előfordul? Szóval vagy, vagy? Nagyon egyszerű rá válasz. A magyar köztársaság a maga jogrend és értékrendjével együtt megbukott. Ez így létezik, sehogy másképp. Ezért kell visszaállítani a történelmi alkotmányt, amely több mint ezer évig megvédte Magyarországot és a magyar nemzetet. Kérdezem én, hogyan fordulhat elő az, hogy jogerősítélettel rendelkezem, végrehajtást kérhettem volna az OTP Bank ellen, majd az OTP Bank kérésére a Kúria felfüggeszti a jogerősítéleten végrehajthatóságát, és megindítják ellenem a végrehajtást, hiszen van egy 2004-es Európai Uniós jogszabály, miszerint csak a nem vitatott tartozásokat lehet közjegyzői okirat alapján végrehajtani, és én kifogással éltem a végrehajtásom ellen, úgy a végrehajtónál, mint a közjegyzőnél, és erre a közjegyző asszony lemerte azt írni, hogy ő szerint... Nem mondjuk, hogy asszony vagy... A közjegyző... Közjegyző. A közjegyző lemerte azt írni, hogy ő szerinte nem a végrehajtás időszakában kell és lehet vitatni egy tartozást, hanem a megkötés időszakában. Hát kérdezem én, a megkötés időszakában nekem mit kellett volna vitet, vitatni, hiszen amikor én megkötöttem ezt az okiratot, ezt a szerződést, én még nem tartoztam egy forinttal sem, mert majd egy hét után utalt a bank. Tehát a megkötés pillanatában mit kellett volna vitatnom? Tehát ez csak is azért fordulhat elő, mert Magyarországon a köztársaság megbukott. Itt a jogrend egy bizonyos szintig működik. Mondjuk vállóperek szintjéig, vagy addig, amíg nem taposunk valamelyik... Ö, 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 Érdek szférába. Hát ö, szerintem azért egy kicsit legyünk, tehát itt az ECO talán megengedhetjük azt, hogy mondjuk ki azért az igazságot, hogy a pénzügyi mafiának a tyúk szemére, hogyha nem taposunk, amely egyébként egybefonódott a politikai mafiával, addig, amikor már oda, akkor már megbukik a jogrend. Tehát egy tabula rászát kell csinálni ahhoz, hogy megmentsünk 4 millió magyar állampolgárt, mert szerkesztő úr, ki kell mondani egy nagyon fontos dolgot. Nem a legalsó réteget fosztották ki, aki segélyekből ér, mert ő nem volt hitelképes. nem a legfelső réteget fosztották ki, mert ők nem voltak rászorulva. Azt a középréteget fosztották ki és fosszák ki, akik az ország gerincét képezik, akik évtizedeken keresztül húzták az igát, és megvalósították mindazt, felépítették mindazt az infrastruktúrát, ami ma látható Magyarországon. És ezek az emberek elvégezték a munkát, és most kifosszák a hajlékaiktól, megfosszák, és nem csak a hajlékaiktól, a gépkocsiaiktól, hanem az újrakezdés az lehetőségétől újrakezdés így van, is. Ezt akartam pont mondani. Mivel ne? nincs a magáncsőd intézménye, így van. ezért az újrakezdés lehetőségétől is, és ez egész egyszerűen tovább tűrhetetlen, egy huszárvágással meg fogjuk ezt oldani, és egy évvel ezelőtt egy másik televíziónál én ígéretet tettem arra nézve, hogy minden adós kárpótolva lesz, mert a bankok, a pénzintézetek kártérítéssel tartoznak Magyarországon az úgynevezett devizadósoknak, és akkor én ebbe az adásba elmondtam, ha ehhez rendszerváltást kell csinálni, akkor rendszerváltást fogunk csinálni, és ezt tartani is fogom ezt a szavamat. Mindketten éltünk külföldön, csak egy mondat erejéig. Létezhetne ez, hogy Ilyen. külföldön ezt megcsinálják az emberekkel? Én Ausztriába, ugye ön Amerikába ért. Ilyen. Létezhetne? Tehát Ilyen. ezekkel a feltételekkel? ilyen mértékben sehol a világon, csak Magyarországon, talán, talán, valamelyik harmadik világrészben ott elképzelhető, ott minden elképzelhető, de... De ott is törzsi áború lenne esetleg belőle. Így van. Tehát ha valahol, bárhol a világon ezt ilyen mértékben megcsinálták volna, akkor már lángolnának a bankok Magyarországon, még egyetlen pofon nem szabadult el, Egyetlen bankot nem gyújtottak fel, viszont nagyon félő az, hogyha ez békés tömeg erejével, népakarattal, hiszen a népakarattal magasabb hatalom nincsen egy országon Igen. belül. Ha ezt népakarattal, közösen, békés úton ezt nem tudjuk rendezni, akkor záros határidőn belül itt el fog szabadulni a pokol, és a közjegyzők és a sokkal, rosszabb lesz. sokkal rosszabb lesz, nem csak az adósoknak, mindenkinek, az egész országnak, de egyesek vannak, vannak, akik ennek örülnének, mert az a zavarosban még jobban lehet halászni sajnos a végrehajtók és a, a közjegyzők nincsenek azzal tisztába, hogy ők is áldozatok lesznek, mert őket nem fogják úgy megvédeni, mint a bankármafiózókat. Igen. Tehát sőt, őket ma, és... Én biztos vagyok benne, hogy ma már a bankármafiózókat sem élveznek de az utcembere utc nem tud. Menjünk két nagyon lényeges dologra. A bankok minden, a világon mindenhol be vannak biztosítva. Ergo mit jelent ez? A bank ezt a pénzt úgy is megkapja. Tehát hiszen azért köt biztosít, tehát teljesen mindegy, hogy X vagy Y mennyivel tartozik, ugye egy, kettő, ugye a bankok, mikor valaki fölvet valamit, és elnézést a közüzemi számlásoktól, de akkor ugye az illetőt kvázi priorálták, annak idején, mint az ávó. Na most vagy mint a kommunizmusba, a pártba belépőket. Na most ott ki kellett volna, hogy derüljön, hogy nem hitelképes. Még segítettek is a bankok, hogy hülye, ezt írd ide be, csak ennyi a költséget, meg is kapod a kölcsönt. Na most itt fölvetem megint csak a felelősséget, és aztán a másik dolog, volt egyáltalán Svájcifron? Ön szerint, önnek mi a véleménye? Szerintem nem volt, de egyébként el kell, hogy mondjam, én ezzel, ez ügyben is tettem büntető feljelent, az, feljelentést az ügyészséghez, egyébként nagyon sok feljelentést tettem, és eljutott az ügy a Nemzeti Nyomozó Irodáig, és a Nemzeti Nyomozó Iroda hozott egy végzést, hogy Magyarországon nincs olyan jogszabály, amely előírná az úgynevezett devizahitelek mögé a valós fedezet meglétét. Tehát nem is kell keresni, nincs ilyen jogszabály, azt mondják, akkor nem kell, hogy legyen. A másik kérdésére reagálva, mi volt a másik kérdés? Hát el, először is az, hogy a bankok be vannak biztosítva. Be vannak biztosítva, hogy úgy is megkapják a pénzüket, és hogy hogyan fordulhat ez elő. Hát ez úgy fordulhat elő, hogy eleve ilyen szándékkal történtek meg ezek a hitelezések. Ők nem a biztosításra mennek, egyébként be vannak biztosítva, így többszörösen, többszörösen, rövidebb idő alatt hozzájutnak a a pénzükhöz. Én nem akarok a bankvezérek személyére kitérni, nekem van egy barátom, aki 90 előtt, hát mondjuk úgy, hogy eléggé jól pozícionált volt, és ő azt mondta nekem, és én nem mondom azt, hogy nem hiszem el neki, hogy a bankvezéreket annak idején hát megtárgyalták, hogy kik legyenek majd a majdani bankvezérek, mert kb. döntés kellett hozzá, de ettől függetlenül még, ugye a szociális háló Magyarországon valami nem akar működni, 90 előtt se akart működni, de hát akkor ugye adott volt egy helyzet, bele voltunk kényszerítve valamibe. Tehát 90 után már nem vagyunk bekényszerítve, de mégis az embernek időnként olyan érzése van, hogy lehet, hogy az 50-es évek visszatértek. Erről mi a véleménye? Kettő percünk sincs már, de szűk Ha csak az 50-es évek tértek volna vissza, még nem lenne olyan nagy baj. Az 50-es években bizonyára mindenki tudja, akkor az járta, hogy lesöpörték a padlást. Most elviszik a padlást. Tehát ez a véleményem. Erről. Igen, tehát a sonkával együtt a padlást is elviszik. Igen, ez a véleményem erről. Köszönöm szépen, hogy együtt voltak velünk.